Új, korszerű szennyvízhálózat kiépítésére kap 300 millió forint kormányzati támogatást Szarvaskő, jelentette be csütörtökön Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott. Elmondta, a jelenlegi rendszer elavult és nem is fedi le a teljes települést, így ezzel most egy évtizedek óta húzódó probléma oldódik meg. Mindig megéri küzdeni, harcolni, képviselni az emberek érdekét és kitartani. Az ügy mellett a cél eléréséig meg nem állni, úgyhogy gratulálok a polgármester asszonynak, gratulálok a szarvaskői embereknek, hogy ez a őket érintő, hát gyakorlatilag a település problémáit évtizedek óta meghatározó kérdés, az most már annak a megoldása az belátható közelségbe került. A sikerben nagy szerepe volt Habis Lászlónak, Eger polgármesterének is, aki az Egri Kistérségi Társulás elnökeként jár közben az ügy érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. Szarvaskő polgármestere Szabóné Balla Marianna elmondta, ezzel az a probléma is megoldódik, hogy télen a csúszós utak miatt nem tudják elszállítani a szennyvizet. Lehetőség nyílik a szennyvízhálózatunk kiépítésére. A legnagyobb vágya volt a településnek. Mindennek tudott örülni, mert örült minden topos pályázatnak, de ez volt az a fő kérdés, ami most, ha megoldódik, akkor én azt hiszem, hogy mi nagyon elégedettek leszünk. Hozzátette, 2014 óta számos fejlesztés elindult a településen. Pályázati forrásból az állomáskerti szabadidőpark rendezvénytérre alakul, valamint az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal is megújul majd a közeljövőben.